A katasztrófa védelmi igazgatóság televíziónkat tájékoztatta. A balesethez a JÁSZ kísérő önkormányzati tűzoltók vonultak ki, akik megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. Egy rakomány nélküli kamion, valamint egy szerszámokat szállító kis teherautó ütközött össze Jászladányon az Újszászi úton. Az esethez a JÁSZ kísérő önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a kis teherautó sofőrjét hidraulikus mentőszerszámok segítségével szabadították ki, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók mindezeken túl mindkét járművet áramtalanították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére rendőri forgalomirányítás mellett teljes útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon. A rendelkezésre álló adatok alapján egy platós teherautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze Jászladány belterületén, a 3227-es számú úton, az Újszászi út és a Szegfi utca kereszteződésénél. A baleset következtében egy személy a helyszínen életét vesztette, közölte András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense.